610 forint a 95-ös benzin, 654 forint a gázolaj. Ezek az árak az egyik nyíregyházi töltőállomáson csütörtökön, péntektől azonban újra magasabb értékeket olvashatunk az oszlopokon. A héten már másodszor tapasztalhatunk drágulást, újabb 7 forinttal nő előbbi, míg újabb 11 forinttal utóbbi ára. A holtankoljak.hu tájékoztatása szerint így 1 liter benzinért átlagosan 614, míg 1 liter gázolajért 661 forintot kell majd fizetni. Az elmúlt hetekben már szinte megszokottá váló szerda pénteki drágulást főként a Brent típusú olaj ára befolyásolja. Volt remény arra, hogy akár hosszabb távon is csökkenjenek az üzemanyagárak itthon, hiszen 77 dollárig csökkent a Brent típusú olajára másfél héttel ezelőtt, két héttel ezelőtt, de nagyon gyorsan visszapattantunk 83 dollárig a Brent olajhordonkénti árát tekintve, ami most már a 84 dollárt közelíti. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy a nagy kereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében emelkedik, és sajnos a gyengének mondható mind a dollár, mind az euróval szemben. A dollárt veszük mindig alapul az üzemanyagára kapcsán, de a 363 forint körüli árfolyam az, amit most jelenleg látunk, de egy másfél héttel, két héttel ezelőtt ez még 350 forint alatt volt, ami szintén egy több mint 13 forintos emelést jelent. Úgyhogy ezek hatnak a hazai üzemanyagárakra, emiatt emeli a MOL a nagy kereskedelmi árakat, amit aztán a kiskereskedelmi árakba a kutakon lévő árakon is majd tapasztaljuk péntektől ezt a második lépcsős emelést. Január 1-től a jövedéki adó emelésével ugrott meg az üzemanyagok ára, ezt azonban például a MOL két részletben érvényesítette. Azóta a kiskereskedelmi töltőállomásoknak is szűkebbé vált a mozgástere. Tehát már nem nagyon találunk településeken belül 20 forinttal olcsóbb vagy drágább benzinkutat, és ennek leginkább az az oka, hogy olyan szintű adóteher növekedés sújtja újra csak a benzinkutakat, amit nem tudnak máshol érvényesíteni, csak a kiskereskedelmi árakban, és ez most konkrétan a különadó változásnak a mértéke, ami a benzinkutak esetében a kiskutakat tekintve a 0,15%-ról 3%-ra történő emelés okozza, amit már most fizetnie kell a benzinkutaknak, és nincs más opció, csak a kiskerben megjeleníteni, de annyira én nem látom tragikusan a helyzetet. Tavaly évelején sokkal kiugróbbak voltak a hazai üzemanyagárak. Bújdos Eszter hozzátette, a hazaihoz hasonló árnövekedés mértéke a legtöbb szomszédos országban is megfigyelhető. Egyedül Románia az, ahol 60-70 forinttal olcsóbban lehet hozzájutni az üzemanyaghoz. Ez azonban már körülbelül egy éve így van. Ausztriában vagy Szlovákiában ugyanakkor a magyarországihoz nagyon hasonló mértékben emelkedtek az árak az utóbbi hetekben.